A kedves gyerekek, kedves szülők, általában kezdő vezetőknek a lába nagyon görcsösen mozog. Kicsit stresszelnek, úgy marad a lába, és nehezen tudjuk kifinomítani, hogy szépen fékezzen, mert a tanulók oda teszik ugyan a lábukat a fék fölé, de ott tartja fölötte. És úgy gondolja, amikor meg kell állni, akkor rúg rajta olyat, hogy majdnem széjjel megy az embernek a feje, meg a fékek, meg a futómű. Hát ha azt szeretnétek, hogy a ti kocsikotokat is szépen vezesse érzéssel, én is azt szeretném, akkor egy ilyen üdítős üveg, ami eddig van vízzel, vagy üdítővel, körülbelül egy harmadig, vagy egy negyedig, le kell tenni szobába, miközben telefonozik a kisfiú, hogy a nagyjány, vagy tévét néztek, és egyszerűen olyan cipőbe kell ezt nyomkodni, amiben vezetünk. Arra kell vigyázni, hogy annyira nyomjuk előre, hogy majdnem elborul. Meg kell nézni, hogy humborul el, és annak a borulása előtt kell megállítani. És akkor ki fog finomodni a lábunk. Majdnem elborul vissza, majdnem elborul vissza, majdnem elborul vissza. És ezekkel lehet gyakorolni, sőt, ha kettő van, mivel aszimmetrikusan működik a lábunk, akkor kettővel lehet gyakorolni. Mind a kettőt negyedik töltjük, és akkor filmnézés közben lehet gyakorolni, hogy el se boruljon, megnézzük, hogy hol borul el, és pont azelőtt, a határ előtt egy pillanattal vissza kell engedni. És a gáz lenyomás is érzékenyé válik, illetve a fék nyomása is. És hogy nagyon sokat gyakorolunk így, akkor meg a kuplungot, hogy tudjuk, mert ugyebár a kuplungot is, hogy járjon a lábunk tövig, vissza, és akkor ezzel együtt így lehet, az emelkedős elindulás is így lesz, hogy amikor jön a kuplungos lábunk fel, amikor megmozdul a kocsi, akkor kell nyomni a gázt, és akkor már indul is a kocsi felfele, és akkor ott nyomjuk a gázt, jön tovább a lábunk. És ez ingyen otthon lehet gyakorolni, a bal láb jöjjön fel félig, utána jön tovább. Jöjjön fel félig, nyomom a gázt, utána jön tovább. Jöjjön fel félig, nyomom a gázt, utána jön tovább. Látszik onnan? Jöjjön fel fogáspontig, nyomom a gázt, jön tovább. Jöjjön fel fogáspontig, nyomom a gázt, jön tovább. Hát ez teljesen ingyen meg lehet csinálni, belejön az ember ebbe. Az a lényeg, hogy ne boruljon el az üveg, sem erre, se jobbra, se balra. És akkor ezeket úgymond tudjuk gyakorolni. Nagyon-nagyon hasznos dolog a emelkedős elindulás, meg a megállás. És ha itt ezek az izmok elkezdenek, meg itt a várdi, elkezd úgy beerősödni, hogy az ember utána érzékenyé fog válni a pedálra, nem fogunk úgy fékezni, hogy Nem nyomja a féket, egyszer csak mikor odérünk a stopponalhoz teljes erőből, mint egy futballista, olyat belerúgnak a fék, de az autó bele nyekereg. Mondom neki, kezdjed nyomni a féket, és olyan fékerőt adunk neki, ami persze a gyakorlás alatt majd el fog sajátítódni, hogy a stopponalnál alapjába véve, ha ügyesek vagyunk, elengedjük a féket, és még egy méter gurulás után meg is áll a kocsi. Ezt kell gyakorolni, és akkor finomak leszünk. Ugyebár a buszsofőröket is így tanítják, hogyha valaki rajzol a buszon, vagy majd a ti gyereketek rajzol egy ceruzával a buszon, vagy a kocsitokba hátul, mert a gyerekek előszeretettel rajzolnak. Itt van egy toll, hát mindegyik még ilyen kis rövidlátó, rajzolnak, mert unatkozik, egyszer csak az anyja vagy az apja rúg egy nagy féket, szegény megjön, az kiszúrja a szemét. Szóval ez nem jó dolog, mert hogy számoltuk el vele, hogy apám, anyám nem tudott megtanulni fékezni, és össze-vissza szurkálta a gyerek a szemét. Szóval egy a lényeg, arra kell gondolni, hogy ebből baj is lehet, ha nem tudunk szépen fékezni. Érthető? Vagy ha túl későre hagyjuk, és havas az út, és jeges az út, akkor mi történik? Be fogunk csúszni a felsőbbrendű útvonalra, vagy a útvonalra, és jobbról balról majd elütnek bennünket. Szóval mindenféleképpen nagy jelentősége van annak, hogy tudjunk finoman fékezni, finoman kuplungot felengedni. Nem lehet drasztikus, így nem lehet, mint egy futballista, hogy rugdossa a labdát, ez nem.
És képzeljétek el tényleg, amikor futballistát tanítok vezetni, vagy zongoristát, akinek így jár össze-vissza a lába, a futballista az rúgja, vágja a pedálokat. Azt komolyan mondom neked, nagyon nehéz futballistát megtanítani, vezetni, illetve zongoristát. Mert azok meg, van ott mit tudom én, 3, 4, 5 pedál, melyiknek mennyi, ott ahogy eszébe jut, úgy nyomkodják, vagy bal lábbal fékez, vagy össze-vissza csinálják. Szóval ilyen érdekes dolgokba keveredünk bele, de egy a lényeg, a kifinomult mozgás az elengedhetetlen a vezetésbe. Na, köszönöm.